Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy ikerláng szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Hélia részére. Kedves Hélia, üdvözöllek téged, ez a te felvételed, és én ezt a jóslást választottam, ikerláng szerelmi jóslás, mert én biztos vagyok abban, hogy kettőtök között van egy lelki kapcsolat. Itt ez a három kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első kártya, a kígyó, jelenti a változásokat, a megújulásokat, de jelenthet egy másik hölgyet is. A középső kártya, ez a horgony, az jelentheti azt, hogy szeretnél valahol legyökerezni. Kell számodra az az érzés, igen, itt a helyen megérkeztem. A horgony az jelenti a munkát is, és visszatérve erre a kígyó képre, aki egy hölgyet is szimbolizál, ez lehet egy kolléganő, és a levél, a harmadik kép arra utal, te kapsz egy hírt, vagy lesz itt egy munkahelyi változás, egy munkahelyi szerződés. De ez a kombináció, ez nem csak a munkára utal, hanem a párkapcsolatra is. Te keresed a helyedet a szerelmi élet területén. A kígyó jelenti a nőiességedet, a vonzó erődet, és itt megújulások lesznek. A levél pedig arra utal, hogy kapsz hamarosan egy jó hírt, vagy ő vár arra, hogy te írjál neki. Most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Ha most megtekintjük a kártyákat jobbról balra, az első képen látjuk az egereket. Az egereknek van több jelentése is. Gyakran valamit eltávolítanak, tehát elveszik valami, de jelenthet félelmeket is. Fél attól, hogy elveszít téged. A középső kártya nagyon szép, egy virágcsokor, az lehet egy meglepetés, egy ajándék. Én úgy magyaráznám meg ezt a kapcsolatot az egerekkel, fél attól, hogy te elutasítod őt, fél attól, hogy elveszít téged, viszont szeretné ezt a virágcsokrot átadni neked. Ennek a virágcsokornak szimbolikus jelentése is van, az lehet egy ajándék, egy meglepetés, és a harmadik kép mutatja a csillagképet, a szerencsét hoz, de megvan a hite, hogy ez mind a csillagokban áll, ez a szerelmi kapcsolat kettőtök között, és te úgy léptél be az életébe, mint egy ajándék, mint ez a virágcsokor, ami tükrözi a te szépségedet is. De az egerek arra utalnak, hogy fél attól, hogy ez a szerencse, ez az álom nem valósul be. Fél attól, hogy elveszít téged. A következő három kártya azt mutatja, hogy mi történik nálad a következő időben, mit tervez, vagy mik lesznek az elvárásaid. Az első képen egy koporsó látható. Nem kell félni ettől a kártyától, mert ez nagyon ritkán utal halálesetre vagy egy örökösödési ügyre. Ennek a kártyának tényleg szimbolikus jelentése van, mégpedig az, hogy lezársz valamit.
Előfordulhat az is, hogy régi témák kerülnek a középpontban, vagy valaki jelentkezik újra a múltból. A középső kártyán látjuk az élet utakat, és itt van kereszteződés. És ennél a kereszteződésnél komoly döntéseket kell hozni, hogyan tovább, előre vagy hátra, balra vagy jobbra, de mielőtt te itt ezt a döntést meghozod, visszatérve a koporsóra, le kell valamit zárni. Amennyiben ez sikerült, hogy lezártad a múltad, vagy egy párkapcsolatot, akkor azonnal ott vagy ennél az élet kereszteződésnél, és így egy új irány, egy új szakasz, egy új lehetőség nyílik számodra, és milyen irányba, vagy milyen téma áll itt a középpontban, azt a szív mutatja. Tehát itt párkapcsolatról van szó. Most megtekintjük azt, hogy mi következik be nála, vagy mik az ő tervei a közeljövőben, azt mutatni fogja a következő három kártya. Itt is jobbról balra kezdeném. A szélső kártyán egy hajót látunk. Ez utalhat utazásra, ez lehet egy belső út is, vagy külföldi kapcsolatokra. Lehet, hogy ezt tervezi. De ennek a hajónak van szimbolikus jelentése is. Mutatja az ő vágyait és reményeit. Azon kívül ez a hajó gyakran egy hosszú utat jelent, egy lelki utat, egy kármikus témát. A középső kártya mutatja őt, tehát ő maga áll most a középpontban. Várakozik, vár arra, hogy elismerést kapjon, vagy vár arra, hogy te hozd a döntéseket. A harmadik kártya a nap, jelenti az ő kisugárzását, vagy hogy ő átlátja a dolgokat, de a nap jelenti a valóságot is. Én úgy gondolom, hogy nála a háttérben vannak hazugságok, hamisságok, és ő oda tekint. Tudni akarja a valóságot. A nap gyakran az internetet is jelenti, és ő ott figyel téged. Ez is elképzelhető. Most megnézzük a te titkaidat. Ezek a kártyák azt mutatják, amit te még nem látsz, vagy nem akarod látni, de azt is jelenti, mi történik a későbbiekben, mert ez még nem látható. A te titkaid. Itt alul, ezeknél a kártyáknál, most balról jobbra kezdeném. A szélső kártyán látunk egy tornyot. Mint minden kártyának, ennek is több jelentése van. Jelenthet hivatalos dolgokat, vagy továbbképzést is. Ez a torony arra is utalhat, hogy fogva érzed magadat, mert félelmeid vannak, vagy van még egy párkapcsolat, ami téged fogva tart, de a középső kártya jelenti azt, hogy meg lesz az erőd ahhoz, hogy bebizonyítsd magadat, és kilépj ebből az életterületből. Lezárt ezeket a témákat, lezárt a múltat. A torony jelentheti a te nagyságodat is, és itt a medvével együtt tényleg arra utal, hogy bátor leszel, a kezedbe veszed a dolgokat, lesz egy kiút, és biztos leszel a saját értékeidben, a belső erődben, és a harmadik kép jelenti azt,
te állsz a középpontban, és úgy alakulnak a dolgok, ahogy te tervezed, amit te elérni szeretnél. Ez a hármas kombináció azt is jelenti, hogy számára fontos vagy, nála te vagy a középpontban, és érezd ezt a belső erőt, a nagyságodat, ne légy bizonytalan, akkor is, ha ez még minden olyan titokzatos, mert ő ezt még nem közli veled. Lehet, hogy ő még bizonytalan, de ez a jövő. Most megtekintjük az ő titkait, azt, amit még nem lát, vagy nem akar oda nézni. Jelenti a távoli jövőt is. Jobbról balra tekintjük meg a képeket. Ez a szélső kártya mutat egy házat. Ez utalhat az otthonára, vagy a családi kapcsolatokra. Az lehet a szülői ház is. A középső képen láthatjuk a beszélgetéseket, mert ez a kártya ezt szimbolizálja. A harmadik képen látható a ravasz róka. Valaki kihasználja őt, valaki becsapja őt, és vannak hazugságok, hamisságok a háttérben. Ez lehet a jelenlegi helyzete is, de ő ezt eltitkolja, vagy minden olyan titkos, mert ő nem akar odanézni, ezt nem akarja látni. Viszont előbb vagy utóbb ezekre a dolgokra is oda kell figyelnie. És a középső kártya jelent kommunikációt, tehát ő beszélni fog erről. A következő kártya azt mutatja, mi az, ami összeköt benneteket. Itt ezen a képen látunk egy kislányt. Tehát a gyermekekre utal, és az jelenti az ártatlanságot, és egy új kezdetet. Lesz köztetek egy új kezdet, tiszta érzelmekkel. Érezhető ez az ártatlanság, és rendeződnek a dolgok. A következő kártya mutatja a lelki üzenetet, és ez mindkettőtök számára vonatkozik. Éli álmodozóként ezen a világon. Így teremthetsz magadnak egy szép jövőt. Ez volt a lelki üzenet, és ez volt a felvételem. Kedves Hélia, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!